Néhány év kihagyás után idén minden kedvezett a hittantábor megszervezéséhez Kaposszegcsön. Elsősorban alsó tagozatos katolikus hittanon résztvevő gyerekek vannak itt, de nagyon nagy örömünkre néhány idősebb gyerek is gondolt arra, hogy talán egy kicsit a hittel, a Jézussal való kapcsolatát ilyen formába is kimeríti. A tábor jellegéből adódóan elsősorban a hittel kapcsolatos dolgokkal ismerkednek meg a gyerekek, de színesítik a programot különböző kézműves vagy sporttevékenységek is, mondta el Nagyné Tóth Erzsébet, művelődés szervező. A templomban kezdtük a programunkat egy közös imával, majd a kaposszegcsői Szent Erzsébet templom történetét ismerhették meg a gyerekek. Utána általánosságban a templom jellemzői, hogy mitől templom a templom, honnan tudjuk egy épületről, hogy az biztosan templom. Délután pedig egy templomnak, egy árpádkori templomnak a makettjét készítettük el. A régi templomok mintájára egy mozaikos üvegablakot készítettünk, amit a gyerekek természetesen haza is vihetnek. Mivel a kaposszegcsői templom Szent Erzsébet nevét viseli, róla nagyon sok mindent megtudhattak a diákok. Dalok és egyéb tevékenységek során ismerhették meg életét. Egyik nap a Dombovár szőlőhegyi Szent Anna kápolnában részt vehettek a táborozók egy szentmisén is. Örült a lelkem annak, hogy sokan vállalták a minisztrálást, voltak felolvasóink, és nagyon-nagyon szívmelengető dolog volt, amikor az a pici kápolna szinte velünk zsúfolásig megtett, és mondta mindenki együtt a mi atyánkot. Egy akadályversenyen vettek részt a gyerekek, ahol volt játékos feladat, volt egy kis kérdéscsoport az eddig tanultakról is. Ma délelőtt a jelesebb magyar szentekről, úgy mint Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, Szent Margit és Szent Erzsébet volt egy kis bábos foglalkozás, délután pedig egy mozaik képet készítettünk valamelyik szentről. A záró napon egy izgalmas és remélem jól sikerült programunk lesz, Pécsre látogatunk el, ahol megnézzük a kincstárat, a székesegyházat, föl tudunk menni majd a toronyba is, szerintem ez nagyon nagy élmény lesz, mert kevés gyerek járt még templomtoronyba. Utána visszamegyünk egy interaktív foglalkozásra, ahol a gyerekek még saját székesegyházat is építenek, és ebéd után, ha az idő engedi, akkor fölmegyünk a Kálváriához, és egy gyermekkeresztúttal fejezzük be a tábort. Ahhoz, hogy az egyhetes napközis tábor egyetlen perce se legyen unalmas, számos segítő összefogása kellett. Két nagyon-nagyon kiemelt segítőm volt, Somogyi Bernadett, ő Pécsi Egyházmegyei hitoktató, ő vállalta föl a program oroszlán részét, a gitáros énekes részeket, a szentekről való foglalkozást és a Szent Erzsébetet, valamint minden egyébbe, és Patakiné Bőtös Erzsébet az iskola pedagógusa, aki a háttérmunkát, a segítséget, az ötleteket, és bizony, ami vele jár egy táborral, azokat a munkákat is elvégezte. Azon kívül voltak a segrestyésünk, aki mindig szépen rendbe tette, földíszítette a templomot, hogy mehessünk, vagy akár a Szent Anna kápolnánál az ott, hát nem gondnok, de egy segítő, Vargastadler Gáborné, aki megismertetett bennünket a templom történetével. És hogy ez az összetett munka valóban eredményes volt, arról a gyerekek elégedett mosolya és jókedve árulkodik. Itt voltak gyerekek, meg ez nagyon-nagyon jó tábor, ez a kedvenc táborom, és nagyon-nagyon jók itt a foglalkozások, meg itt ugye a Jézusról is beszélünk, és ő nagyon fontos. Meg itt vagyunk a barátainkkal, és játszunk sokat, meg még az ennivaló is nagyon finom.